Kedves hallgatóink, erődről erődre járunk itt Komáromban, az északi és a déli oldalon. Átjöttünk a hídon, jelen esetben ez azt jelenti, hogy visszajöttünk Magyarországra. És most itt vagyok Komáromban, a Monostori erődben, ahol Réső György a vendég látunk. Mikor épült az erőd? 1850 és 1871 közt, de nincs befejezve. Tehát a teljes belső erőd az nem épült meg az udvarra, meg a városfalak se épültek meg a Komáromi erődök közt. Ki tervezte, tudjuk, hogy ki tervezte? Mikhail Máli nevezeti osztrák császári a hogy kell erődöt tervezni? Tehát, ahogy így belegondolok, milyen paramétereknek kell megfelelni? Mit mondtak Mikhailnek, aki egy Máli volt? Hát lényegében a legfontosabb paraméterek, hogy minél nagyobb legyen a tűzállósága az erődnek, tehát, hogy minél ellenállóbb legyen, mert lényegében az erődöknek az építésének egyik legfontosabb következménye az ágyú megjelenése. Akkor megjelentek az ágyuk, akkor kiderült, hogy a régi középkori várfalak azok nem tudnak ellenállni az ágyunak, ezért ilyen erődöket kellett kialakítani. Lényegében ezt akarták a falakat földdel, így bizonyos fokig ágyúzhatatlan. Ez is? Hát ez is. Addig, amíg a 1870-es évektől meg nem jelentek az úgynevezett pillanat ható lövedékek, mert azok már átütötték ezeket a tetőzeteket is, meg a ennél jóval erősebb tetőzetet szintén egy lövéssel. Itt az én korágáim nézték a falakat, tapogatták, és azt mondták, hogy hát itt nem kell szigetelni, jó vastag. Milyen vastag a fal? Változó. Egy húsztól van olyan rész, ahol közel 5 méteres falak vannak. Az a Dunabástya, mivel az frontálisan lőhető. akkor arra még tettek földköpenyt? Nem, ott megvastagították a falat, és a tetőzet kapott, így van földköpeny, de elé ott nem raktak. De a legtöbb helyen szintén a falak elé is raktak földköpenyt, földpárnákat. Na most 21 évig épült. Az alatt laktak itt? Tehát folyt egy normális erődbeli élet, vagy az alatt csak az építkezés folyt? Nem, hát fokozatosan. Tehát folyt egy építkezés is, és azok a részek, amik lakhatóvá váltak, ott már történtek kisebb elszállásolások. Az időtájt akkor katonai szerepe nem volt az erődnek, csak laktak benne a katonák? Hát lényegében katonai szerepe nem, de azért itt egy összefüggő komplexum épült ki, tehát alapjával évét mindig jelentős katonai erők tartózkodtak már egészen az ókortól kezdve. Lényegében majdnem azt lehet mondani, hogy szinte majdnem napjainkig. De ebben a modern erődben, ami 20 modern, ez modernnek számított? Hát, mire ez megépült, addigra pont elavult. Tehát már, utána már még modernabb erőből jöttek, amik vasbeton szerkezetet kaptak, páncélkupolákat. Tehát ez nem a legmodernabb, de az, az a szint, amikor megépült, akkor a legmodernabbnak számított. Tehát készültek arra a katonák, hogy akció legyen. Milyen kiszolgálóipar települt erre? Mert hát a katonának enni kell, inni kell, aludni kell, öltözködni kell. Hát lényegében az erődnek magának is van egy önálló péksége. Tehát, hogyha egy történt volna valami, van egy akkora pékség, ami 2000 főre napi szinten tudott volna kenyeret produkálni. De nem volt rá soha szükség? Tehát díszpékség volt? Hát lényegében működött, de hadi célok közt nem volt rá szükség. Tehát itt háborús cselekmények nem történtek, amikor az erőd a fénykorát élte. A második világháború végén pedig harc nélkül feladták szintén. Most mi van ebben a hatalmas térben? Hát lényegében van egy hat történeti múzeum, a török a gulágrendszerig vannak kiállítva a fegyverek, egyenruhák, meg különböző használati tárgyak. Van egy Pék Múzeum, aminek most egy része ugye téliesítve van. És hogyha... Ez mit jelent? Cipőben van a zsömle? Nem, nem, lényegében azt jelenti, hogy itt tavasszal lesütik a pékárukat, ilyen tájegységenként, különböző kenyereket, egyebeket, és az itt van hat hónapig. Hat hónap után az egész lényegében kikerül, és tavasszal újra lesütik az egészet, tehát azért van téliesítve, mert ez az anyag térre ez most tavasszal visszakerült. Akkor olyan dolgok, amiket ki kell mosni, ruhák, egyebek azok kimosásra kerültek, azok el vannak rakva, hogy tavasszal akkor csak ki kell rakni végig a dolgokat. Akkor van egy szovjet-orosz terem, annak egy része téliesítve van, ugye a bábok az egyenruhákkal hat hónapon keresztül nájának ott fölöslegesen. Van egy osztrák-magyar Terem, az szintén téliesítve van, ezen kívül van a Dunabástyában egy színház, ami most ebbe az évbe előreláthatólag négy előadás lesz, de ez általában inkább nőni szokott, mint csökkenni. Akkor most készül egy műhely, ahol különböző fegyverek lesznek kiállítva, akkor bizonyos orosz eszközök, amik ide kerültek, már tervezik egy olyan orosz részlegnek is a kialakítását, ami a kivonuló szovjet csapatok után megmaradt, annak az anyag egy részének az összegyűjtése, és hogy az itt kiállításra kerüljön. Van egy lőoktatóterem, viszonylag helyreállítva, tehát szinte majdnem százszázalékosan, ott a hortikorszakból maradtak meg a falon ilyen különböző feliratok, meg különböző ábrák. Ez nagyon sok maguk az az egyszem alapítvány vagy intézmény Magyarországon, amelyiknek pénze van? Hát nem azt mondanám, hogy pénze van, de ideig még azért úgy elműködött lehet. Hát, akkor, működött. akkor milyen van kapcsolati tőkéje? Nem tudom, hanem itt volt egy olyan érdekes dolog, ami talán ritkaságnak számít, hogy mind a hat párt annak idején, még a hat pártan indult a parlament, egyetértett abba, hogy itt ki kéne alakítani egy hat történeti múzeumot, és ez a dolog, ez még úgy néz ki, hogy azóta is azért így működget.